20 napos bébik, a lábukon már ott van az azonosító gyűrű. Ez az én kis birodalmam. Körülbelül 25 éve lett egy ilyen teljes hóbort nálam, hogy elkezdtem ezeket a standard hullámos papagájokat tenyészteni. Ő most így néz ki, és a kiállításon pontosan úgy nézett ki. Tehát ennyi a különbség egy felkészített madár, meg egy úgynevezett pihenési időszakban lévő stádiumában. Ő lett az egyik világbajnok madárkám. Az idei évben elhatároztam, hogy megpróbálom ezt a fajta szerelmet egy ilyen igazi verseny szellemmel ötvözni, és beneveztem a hollandiai világbajnokságra. Úgyhogy a holland világbajnokságon sikerült egy nagyon szép helyezést elhoznom. Megvannak bizonyos standardek, méret, forma, szín, és ez alapján egy nemzetközi zsűri eldönti, hogy melyik a legszebb szürke madár, melyik a legszebb sárga madár, és ennek egyébként van 31 néhány szín mutációja. És hát ő volt a legszebb úgynevezett fahé szürke madár. És nagyon érdekes, mert egyébként ennek ellenére, és ezért lehet, hogy megharagszik rám, de nem ő a kedvencem, hanem ami nekem ilyen különösen nagy szerelem, az az úgynevezett viola szín, és a viola színben is, amikor sárga az arca a madárnak. A kiállítási időszak az egy nagyon, nagyon izgalmas időszak, ez nagyjából 9 héttel a verseny előtt kezdődik meg. Amellett, hogy a madarakat felkészítjük és jó kondícióba hozzuk, ezeket a madarakat mondjuk azt, hogy ki kell vagy ki lehet kozmetikázni. Ehhez én általában a feleségemtől ellopott szemöldök csipet szoktam használni. Egyébként ez egy nagyon finom és óvatos művelet kell, hogy legyen, tehát hogy a madárnak nem szabad, hogy fájjon, de ezzel a kis csipesszel eligazítjuk a picik tollaikat, megvan a pontos standard, hogy 6 pöttynek kell lenni, illetve ha véletlenül ezekből a pöttyökből valamelyik rosszul áll, vagy esetleg több pötty van, akkor azt akár még ki is lehet ezzel a szemöldök csipesszel húzni. Hát ő már egy felkészített madár. Igazából a kedvenc díjam, ez az egyik világbajnoki aranyérmem, de Magyarországon 11 néhány éve minden évben van magyar bajnokság, és a környező országokban is ő egy Szlovákiában győztes madár, ő egy bébi bajnokságot nyert madár. Magyarországon egyébként az elmúlt 25 évben több olyan verseny volt meg a környező országokban, ahol már ezekkel a madarakkal azért mondjuk úgy futottam egy kört, és amellett, hogy az eredeti szakmám viszonylag ilyen stresszesebb menedzseri elfoglaltságokkal jár, ez a hobbi igazából úgy jött, hogy bejössz ide, és abban a pillanatban így megszűnik a külvilág. Tehát, hogy nem csörög a telefon, vagy ha csörög, akkor azt ők bőven túl rikácsolják, és minden, ami egész nap zizegett az agyadba, az itt elhalkult.